Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Művészváros című magazinműsorunkat látják. A múlt ismerete, a jövő esélye, Görgei Artúr és az Aradi Vértanúk címmel tartott előadást professzor dr. Herman Róbert történész a Pest megyei Hamvas Béla könyvtárban. A múlt ismerete, a jövő esélye, Görgei Artúr és az Aradi Vértanúk. Ezzel a címmel tartott előadást professzor dr. Herman Róbert október 7-én délelőtt a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban. A történész előadásában az 1848-49-es honvédtábornok és hadügyminiszter, valamint az Aradon kivégzett tisztek közötti kapcsolatokat boncolgatta. Tegnapi napon volt a Nemzeti Gyásznap, ugye 1849. október 6-ára is azon a napon kivégzett aradi vértanúkra és Batthyány Lajosra emlékeztünk. A mai előadásban egy meglehetősen izgalmas témáról, vagy számomra izgalmas témáról fogok beszélni, ez Görgei Artúrnak, a Szabadságharc fővezérének, illetve az aradi vértanúknak a kapcsolata. Tehát azt próbálom meg áttekinteni, hogy azzal a 16 emberrel, akit Aradon 1849 augusztusai, illetve 1850 februárja között kivégeztek, valamint a nem halálra ítélt, de a börtönben elhunyt Lenkei János tábornokkal, Görgeinek milyen személyes kapcsolata volt. Ugye ez azért is érdekes, mert a köztudatban máig is van egy olyan megközelítés, hogy Görgei mintegy feláldozta ezeket az embereket a saját túlélése érdekében. Tehát az aradi vértanúk azok legalább annyira Görgei Artúr áldozatai, mint mondjuk Hajnóé, vagy Ferenc Józsefé, vagy Charles Emmerich osztrák miniszterelnöké. Holott ugye többségükkel kimondottan jó személyes, időnként barátságig elmenő kapcsolata volt, és hát ezt próbálom megnézni a korabeli források, visszaemlékezések, naplók tükrében, hogy pontosan mit is lehet erről tudni. Ahogy olvastam, önnek számos könyve is megjelent már ebben a témában. Ezekhez milyen történelmi forrás vagy háttéranyagot használt ezeknek a könyveknek a megírásához? 1848-49-nek és a megtorlásnak is óriási részint szakirodalma, részint pedig elsődleges forrásanyaga, tehát korabeli iratanyaga van. Én az utóbbiból szeretek elsősorban dolgozni. Ugye a visszaemlékezésekkel, naplókkal azért mindig probléma van, hogy a szerző az mennyire objektíven vagy szubjektíven látja az eseményeket, egyáltalán milyen fajta rálátása volt. Természetesen a hivatalos fennmaradt forrásokkal kapcsolatban is felvethetők ilyen jellegű problémák. Nagyon érdekes, ugye, hogy a leendő vértanúknak a vallomását általában nem szó szerint vették a jegyzőkönyvbe, tehát amit olvasunk, az voltak éppen egy kivonat, és a tetejébe azt a hadbíró diktálta le. Tehát ezekhez a forrásokhoz nagyon óvatosan kell hozzányúlni, nem kell azt gondolnunk, hogy Damjanics János vagy Aulich Lajos pontosan azt mondta, mint ami a szövegben szerepel. A tetejében hadbíronként változott, hogy ez milyen módon történik. Ugye nagyon fontosak azok a fennmaradt levelezések, például Görgei és a egyes későbbi vértanú tábornokok között, amelyek fennmaradtak. Ez nem nagyon számos, de van közöttük kimondottan érdekes. Láne egy tábornokkal például folyamatos volt a levélbeli kapcsolat a forradalmi szabadságharc idején, vagy Leiningen Westerburg Károly, akihez a legjobb személyes baráti kapcsolat fűzte. Ugye Leiningen még a börtön naplójában is kimondottan elismerően ír folyamatosan Görgeiről. Tehát itt nagyon fontos, ugye, hogy az ilyen jellegű problémákat ne a későbbi előítéletek alapján, vagy a prekoncepcióink alapján próbáljuk meg feltárni, hanem lehetőleg elsődleges forrásanyagokat használjunk, természetesen a megfelelő forrás kritika alkalmazásával. Görgei Artúr annak idején Kossuth Lajos elbeszélései révén vált megosztó figurává. Dr. Herman Róbert szerint a tábornok megítélése a kutatásoknak és az előkerülő írásos bizonyítékoknak köszönhetően folyamatosan javul. A megtorlás időszakában összesen 16 honvéd tiszt vesztette életét Aradon. Közülük Görgei többükkel személyes, mondhatni baráti kapcsolatot ápolt. Török Ignác vezérről, Nagy Komáromnak a parancsnoka, ő ugye alezredesi rangban kerül a magyar honvédseregbe. A legkorábbi személyes kapcsolata neki van Görgeivel, mert úgy 37 és 42 között, amikor Görgei nemesi testőr volt Bécsben, akkor a török a nemesi testőrségnek oktatott erődítéstant és műszaki tudományokat. Utána az első személyes találkozó az 49. április 22 vagy 23, amikor észak felől fölmentik a komáromi erődöt. Ugye Görgeit őt bízza meg az Esztergom-Párkányi hídfőnek a kiépítésével, ami aztán végül is nem készül el, nem a töröknek a hibájából.
Egy emlékiratból tudjuk, hogy 49. július végén Szegeden kimondottan pozitívan nyilatkozik a Görgei személyiségéről és cselekedeteiről, és hát aztán ő is ott van az utolsó haditanácson, és osztozik a bajtársainak a sorsában. Lánev György vezérőr nagy, aki nem annyira a hasztéri teljesítménye miatt vált érdemessé, idézőjelbe téve a halálos ítéletre, hanem amiatt, mert ő volt a honvédsereg fegyverzeti és lőszerellátásának a irányítója a hadügyminisztérium osztályfőnökeként. Egyébként katonaként, tehát hogy is mondjam, csapattisztként is kiváló teljesítményt nyújtott egészen addig, amíg 48. szeptember végén föl nem rendelték a fővárosba. Nagyon érdekes, hogy 48 előtt Görgeivel biztosan nem találkoztak, mert nincs érintkezési pont. Viszont a 48 évi levélváltásaik egy kimondott baráti viszonyra mutatnak. Tehát az egyik leggazdagabban dokumentált személyes viszonyrendszerről van szó, és hát fölvetődik a kérdés, hogy ennek mi a magyarázata. És hát, hogy mondani szokás, keressük a nőt, cherche la femme. Ugye a Görgeinek francia felesége van, és tudjuk, hogy 48. szeptember 28-a után, amikor a Görgei már a Csepel-sziget parancsnoka, akkor az Adél Obumen, ugye őt láthatjuk a képen a Görgei lányával, a Lánneréknél lakik. Korábban a Görgei egyik rokonának, Kosztolányi Móricznak, a Lánner volt tisztársának a feleségével, Mambrino Franciscával, vagy Francesca Mambrinoval lakott együtt, aki ugyanúgy olasz volt, mint a Lánner felesége, a Lucia Conchetti. Tehát valószínűleg itt az asszonyokon keresztül keletkezett valami fajta személyes kapcsolat. Ugye a személyes megismerkedés az szerintem 48. október 11-e lehetett, amikor Görgei Kossuthnál jár, nem először ugyan, és még aznap tovább utazik a magyar fősereg táborába, de hát nyilván azért csak megnézte a feleségét, hogy mi van vele, és akkor szerintem akkor jöhetett létre valami fajta személyes kapcsolat. 48. október 30-a a Sveháti csata, illetve a Görgei november 1-jei főezéri kinevezését követően egy folyamatos kapcsolattartásról beszélhetünk, nem személyesen, hanem levélből, vagy levélben. Ugye ebből a levélváltásból a Lánertől összesen 8, a Görgeitől csupán egy levél ismert. Ugye Görgei az, aki javasolja a Lánner ezredesi kinevezését Kossuthnak, amit Kossuth november 12-én nyugtáz, és hát ugye Görgeit idézem is, hogy milyen elismerően nyilatkozik róla, hogy Lánner alezredes érdeme iránti méltánylatát tisztelt elnök úrnak igen-igen nagy örömmel olvastam, tudom, hogy nem fogja megbánni soha, és hát valóban elmondhatjuk, hogy Kossuth még az emigrációban is azok között, akiket utólag kiemelt a nem harctéri érdemeik miatt, a Lánerről mindig nagyon meleg szavakkal emlékezett meg. 1849. október 6-án egy altábornagyot, 11 vezérőrnagyot és egy ezredest végeztek ki a radon. Közülük 4-et golyó, 9-et kötél általi halálra ítéltek, amely a legsúlyosabb büntetésnek számított. Korabeli levelezések, naplóbejegyzések és jelentések árulkodnak arról, hogy mikor találkoztak Görgeivel, milyen kapcsolat volt közöttük, és mit gondoltak egymásról. Éppen Lánner esetében nagyon érdekes, hogy Görgei annyira bízott benne, hogy amikor 1849. januárjában kiürítették a fővárost, és a magyar kormány áttelepült Debrecenbe, akkor a saját feleségének a menekítését a Lánerre bízta, és a Lánner ezt annyira jól látta el, hogy a saját családját viszont hátrahagyta Budapesten. Tehát azért ez egy nagyon, nagyon komoly ilyen jellegű kapcsolat. Vagy ugye nagyon érdekesek azok a levelek, amelyeket Aulik Lajos tábornok írt Görgeinek. Például ugye 1849. július végén folyamatosan tájékoztatta őt arról, hogy Szegeden mi történik a kormány körében, milyen politikai változások álltak be a fővezérségben és egyebekben. Tehát itt látszik, hogy azért a közöttük lévő kapcsolat az nem elsősorban csak hivatalos volt, hanem sok esetben ez valóban baráti. Vagy egy harmadik érdekesség, Nagy Sándor József tábornok és Görgei viszonyáról azért a köztudatban, hogy ők nem voltak egymással jóban, holott 1849. májusában a budai vár ostroma idején kimondottan baráti leveleket váltottak egymással az ostrom előkészületei, illetve folytatása kapcsán. Nézics Károly vezéről, nagy, ugye horvát származású. Személyes találkozás az nagy valószínűséggel 49. március vége, április eleje, a tavaszi hadjárat kezdete lehet, de pontosan nem dokumentálható. Április 26-án a komáromi csatában a Knézics vezeti azokat a rohamoszlopokat, amelyek a Komáromtól délre lévő császári ostromsáncokat elfoglalják. A korabeli leírás szerint, mint az indiai szikek némán folytogatták a
sáncokban szundikáló osztrákokat, tehát ilyen sokszerű volt a támadás, amit végrehajtottak. És hát Knézicsnek ez az akció meghozza a tábornoki kinevezését, illetve a április 27-én lábát tört Damjanics tábornok helyett Görgei jött bízza meg a 3. hadtestnek a parancsnokságával. Utána együtt vannak a budai ostromnál, Knézics egyébként egy nagyon, nagyon bátor katona, azért nem vesz részt Budának a megrohanásában, mert az egyik testvére, Iván vagy Jován Knézics, vagy Knézics János, az a túloldalon szolgál egy császári határőrezredben, és hát Knézics tartotta, hogy esetleg személyesen is szembe kerülnek. Június 20-án azonban a peredi csata első napján nem mutat kellő aktivitást, és ezért Görgei elmozdítja őt. Július végén Tokajnál egy általa vezetett kisebb különítménnyel csatlakozik a görgei seregéhez, és hát utána ugye harad világos szőlős. Nagy Sándor József vezérőrnagy, vele is március-április fordulóján ismerkedhetnek meg, a tavaszi hadjáratban lovasadosztályparancsnok. Görgei utólag az emlékirataiban hát nem a leggyengédebben nyilatkozik a Nagy Sándor ott mutatott katonai teljesítményéről. Úgy tűnik azonban, hogy 49 tavaszán még nem volt róla ennyire kiélezett véleménnyel. Ugye április 7-én kapja meg Nagy Sándor a tábornoki kinevezését, és fölvetődik az, hogy az időközben Erdélyből a bánságba előre nyomuló BEM helyettesítésére őt küldjék az erdélyi hadsereg parancsnokának, de Görgei inkább marasztalja őt, és ez is arra mutat, hogy azért nem volt annyira rossz közöttük a viszony. 49. április 17-én azonban, amikor megérkezik a lévai főadiszállásra a tronfosztásnak a híre, és hát néhány tiszt arról beszél, hogy hát ezt mégse kellett volna, és hogy katonai diktatúrát kellene bevezetni, és esetleg Görgei lehetne a diktátor, akkor Nagy Sándor állítólag a következőt jelenti ki, hogy ha valaki katonai diktátorságra vetemednék, lesznek a magyar seregben elegen, kik pisztolyt szegeznek mellének, és ha más nem találkozik, ő lesz az első, aki ezt megteszi. Ez aztán később ilyen újabb stílus virágokkal terjed el a történeti irodalomban, hogyha valaki Cézár akarna lenni, akkor ő lesz a Brutus. De a leghitelesebb leírás szerint ugye ez így hangzott el, a lényeg az ugyanaz. Ugye ettől a pillanattól kezdve állítok már nem olyan jó közöttük a viszony, de ennek ellenére április végén a Klapka helyettes hadügyminiszteri kinevezését követően Görgei őt bízza meg az első hadtestnek a parancsnokságával, tehát egy idegen, magasabb egységbe helyezi át. Buda alatt pedig kimondottan baráti hangvételű leveleket váltanak egymással, igaz, hogy közben Nagy Sándor ír Vukovics Ebő igazságügyminiszternek, hogy hát szerint a budai ostrom nem megy kellő határozottsága, és ugyan már küldjenek valakit, aki megnézi, hogy milyennek az oka, ugye Klapka ekkor megy a budai táborba. A fennmaradt írásos emlékekből sokat tanulhat az utókor. Dr. Herman Róbert úgy gondolja, a történelem iránymutató lehet a jelen számára. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk múltunk történéseivel. Van ugye az a közkeletű mondás, hogy a történelem az élet tanítómestere, amit nem kell feltétlenül szó szerint venni. Tehát ugye ez nem azt jelenti, hogy ha ismerjük a múltat, akkor ezzel kulcsot kapunk a jövőhöz. Viszont ha nem ismerjük a múltat, akkor elkövethetünk olyan hibákat, amelyeket mondjuk a múltban már egyszer más körülmények között elkövettek az elődeink, és amelyeket nem kéne megismételni. Tehát én azért gondolom, hogy fontos ezeknek a dolgoknak a feltárása, ezeknek a dolgoknak a megismerése, mert ha kulcsot nem is, de egyfajta útmutatót ad, tehát azt nem mutatja meg, hogy merre kell menni, de azt megmutatja, hogy merre nem kell menni ebben a tekintetben. Ugye most egy ilyen közkeletű példával élve, a szomszédunkban éppen egy nagyszabású háború folyik, ezt valamennyien tudjuk, és hát a magyar közvéleményből, mintha kihaltak volna azok a történeti tapasztalatok, amelyek Oroszországhoz fűződnek. Tehát ugye 1849-ben mégiscsak egy orosz intervenció volt az, amely véget vetett a magyar szabadságharcnak, 1914-ben a cári Oroszország elsődleges hadicélja a monarchia és benne a történeti Magyarország fölbomlasztása és felosztása volt. Ugye 1944-45-ben nem csak megszabadítottak bennünket a német Wehrmachttól, illetve a nyilasoktól, hanem gyakorlatilag több évtizedre megszállták az országot, és az 56-os forradalmunkat és szabadságharcunkat is orosz vagy szovjet csapatok verték le. Tehát ezeket nem kéne elfelejteni, ezeket a dolgokat. És ezért gondolom azt, hogy a múlt az időnként visszaköszön, és időnként nagyon távolról köszön vissza, tehát ki gondolná, hogy mondjuk egy 170-valahány évvel ezelőtti eseménysornak ma is lehet valami fajta aktualitása, és ezért fontos, hogy próbáljuk meg magunkat elhelyezni nem csak a jelenben,
ne csak a jövőnket próbáljuk meg elképzelni, hanem figyeljünk azokra a történeti tanulságokra, amelyek a saját múltunkból következnek. Az előadás az Országos Könyvtári Napok keretében valósult meg. A rendezvénysorozatnak dr. Herman Róbert állandó vendége Szentendrén. Az elmúlt két évben a történész görgei életéről és hadvezéri létéről, valamint az aradi 13-akról is tartott előadást. Az itteni kollégák kerestek meg, és én nagyon szeretek ilyen helyeken előadást tartani, mert egyrészt aki ide bejön, az biztos, hogy az évben már érdeklődik a dolog iránt. Másrészt pedig ugye a történészi munkánál azért az a jellemző, hogy nem nagyon van konkrét visszajelzés. Tehát az ember megír egy könyvet, megír egy tanulmányt, ezt most vagy elolvassák, vagy nem olvassák el, de viszonylag ritka az, hogy nem tudom, mondjuk a megjelenés után egy vagy két hónappal jönnek a gratuláló levelek özönnel, vagy jönnek a megsemmisítő bírálatok özönnel. Viszont ugye az ilyen előadások alkalmával az ember tesztelni tudja, hogy amit ő maga magának, vagy a maga kútfejéből kikutatott, ez mennyire fogható a nagy közönség számára, mennyire tűnik hitelesnek, most az más kérdés, hogy mennyire hiteles, és milyen jellegű visszajelzések vannak. És ugye nagyon fontos szerintem, hogy a friss kutatási eredmények ilyen hajszálereken keresztül leszivároljanak a köztudatba, hiszen a történészek, meg egyáltalán semmifajta tudósnak nem az a dolga, hogy a többi kollégának írjon, hanem az a dolga, hogy a nemzeti köztudatot, vagy a nemzeti öntudatot, vagy a nemzeti jólétet ilyen direkt és indirekt eszközökkel megpróbálja szolgálni. Leiningen-Westerburg gróf, vagy Leiningen-Westerburg Károly. Az ő esetében napra pontosan tudjuk a megismerkedést, mert ugye Leiningen naplót vezetett, és ugye 49. március 26-án Poroszlón találkoznak először, amikor Görgei odaérkezik, hogy Kossuthtal találkozzon, és az első pillanattól kezdve rokon szenveznek egymással. Jellemző, hogy a Leiningennek a börtönben részletesen kidolgozott naplójában, ami mondjuk egy olyan 40-50 nyomtatott oldal, ennek nagyjából az egyharmada az a Görgeinek a dicsőítése. Tehát ennyire jó véleménye volt a tábornokról. Mindjárt össze is tegeződnek egymásról, ugye nagyjából egykorúak, egy évvel fiatalabb csak a Leiningen a Görgeinél. Ugye kiváló teljesítmény nyújt a Leiningen a tavaszi hadjáratban, ő az, aki Budánál a Knézics helyett vezeti a rohamot a harmadik hadtest részéről, és hát amikor a Knézicset leváltják a peredi csata első napján, akkor Görgei őt nevezik ki, és egy kimondottan jó választás, tehát egy nagyon megbízható, nagyon pontos, nagyon bátor, egyáltalán nagyon jó áttekintő képességgel rendelkező tábornok. Ugye július 2-án Komáromnál, július 17-én Vácnál nyújt kiváló teljesítményt, aztán a felvidéki visszavonulás egyéb összecsapásaiban is, és hát róla elmondhatjuk, hogy ő volt a holtig hű barát, mert még a börtönből is olyanokat írogat a rokonainak, meg a feleségének, hogy neki ne írjanak rosszakat a Görgeiről, mert hogyha a Görgeiben kételkednek, az olyan, mint hogyha benne kételkednének. Tehát ugye ez azért mutatja, hogy neki egészen más volt a véleménye, mint Nagy Sándornak. Aulik Lajos vezérről nagy, időnként viccesen szokta mondani, hogy neki szolgálati évből több van, mint a Görgeinek életévből. Ugye ő már az 1812-es oroszországi hadjáratban az odaküldött osztrák kontingensnek a soraiban részt vett, meg a 13-14-es felszabadító háborúkban. December 48. december elején ismerkednek meg egymással, amikor a Auliknak az alakulata egy részét fölvezénylik a görgei seregének a megerősítésére. Egy kimondottan kölcsönös tisztelet és baráti viszony jellemzi őket, ilyen atyai barátja Görgeinek, és hát jellemző, hogy amikor Görgei mondjuk ilyen szemleutakon van a feldunai hadseregnél, akkor az Aulikra bízza a saját helyettesítését. A téli hadjáratban kiváló teljesítmény nyújt, a tavaszi hadjáratban pedig a tavaszi hadjárat második szakaszának a sikere az alapvetően rajtik. Tudni, a második szakaszban az történik, hogy ott hagyják a magyar sereg egyharmadát a főváros előtt, és a maradék kétharmad, ugye a kétharmad mindig fontos volt a magyar történelemben, maradék kétharmad elindul észak-nyugati irányba, majd pedig délnyugati irányba a Garamon keresztül, és így menti föl Komáromot. És ennek az egyharmadnak meg úgy kell tennie, mintha ő lenne a 100%. Tehát ugye folyamatosan foglalkoztatni kell a fővárosban lévő császári csapatokat, de úgy, hogy azért ne provokáljanak ki egy akkora összecsapást, amiből kiderül, hogy kevesen vannak. Ez ugye ez a lehető legnehezebb feladatok közé tartozik.
És az Aulich nagy tapintattal és nagy elmeillel és nagyon hathatósan csinálja meg ezt, úgyhogy a császáriak csak akkor veszik észre, hogy mekkora a baj, amikor Görgeinek a serege már Komárom felé közeledik. Az országos könyvtári napokat október 3-a és 9-e között rendezték meg. Szentendrén a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár is várta a látogatókat előadásokkal, könyvbemutatókkal és foglalkozásokkal. A programsorozat keretében idén a fiatalok, az egészség, az állatok, a kertészkedés és a történelem témáival foglalkoztak a PMK-ban. Kontempláció címmel nyílt kiállítás a Mangalériában. Az alkotásokat október 13-a és november 19-e között tekinthetik meg. Kontempláció címmel nyílt kiállítás a Mangalériában szerdán 18 órakor. 2011-ben alapították Somorja város első nemzetközi alkotótelepét, a Dunártkom Somorjai Nemzetközi Művésztelepet. Létrehozásának legfőbb célja az volt, hogy új szellemi közösség épüljön a művésztársadalom szakmailag elismert és tehetséges, feltörekvő fiatal képzőművészei között. A Dunártkom Somorja város mellett a felvidéki kulturális életben is értékteremtőnek számít, a hazai és nemzetközi szakma is számon tartja tevékenységét. Kortárs képzőművészeti gyűjteményük évről évre gyarapszik. A tematika megértését és áttekinthetőségét dr. Boros Lili művészettörténész kurátor segítette az esemény megnyitójában.
Lili 2019-ben Somorján nyitotta meg a művésztelep kiállítását a Korona udvarnak nevezett barokk kolostor kerengőjének romos falai között. Akkor a művésztelepek 21. századi relevanciájáról, funkciójáról és hagyományáról gondolkodtam. Most 2022-ben, mivel összegző szándékkal született meg ez a kiállítás is, a tárlat kulcsszavául választott kontempláció mentén szeretnék beszélni az itt látható művekről és a műalkotás miben létéről. Előjáróban. A tematikus irányvonalakat a szervezők és alkotók tágan értelmezik, mégis a kijelölt problémakör a kortárs művészet egy irányának alapkérdéseit érinti. A 2011-ben alapított somorjai művésztelem majdnem minden évben egy-két év kimaradt a koronavírus és egyéb okok miatt. Egy-egy fogalom hívószó segítségével igyekszik közös platformra hozni a különböző generációkhoz tartozó, változatos műfajokban alkotó és technikákat használó, különböző országokból érkező résztvevőket. A hívószavak többnyire a szakralitáshoz is kötődnek. Hullámhoz, lélekmérleg, transzvízió, lélekbázis, gondviselés, belső utakon, fényküszöb, erekje, levitáció, kontempláció vagy időkapszula. És az újraértelmezést, a fogalmakban rejlő összetettséget, azok kibővítését generálják. Ezen irányvonalnak egyfelől az az oka, hogy olyan helyszíneken rendezték meg a művésztelepi munkát bemutató tárlatokat, amelyek szakrális vagy vallásos funkcióval bírnak vagy bírtak. A somorjai 12. századi román és gótikus kori református templomban, vagy 2014 óta a művésztelep záró kiállításai pedig a somorjai barokkatolikus kolostor kerengőjében kerültek megrendezésre. Másfelől pedig a felsorolt fogalmak az identitás értelmezésére és megteremtésére is utalnak, melyet az alapító művész Májer Éva is kiemelt problémaként kezel és kezelt. Az említett 2019-es művésztelep alkalmával a levitációt választották vezérfonalul, amely a fizikai test természet feletti transzcendentális állapotára utal, és elválaszthatatlan a lélek felemelkedésétől. Másképpen szólva, a lélek Istenhez való közeledése a test fizikai állapotának változásában tapasztalható meg, és a lélek erejét bizonyítja. Azaz, leküzdi a fizikai létezés korlátait. A kontempláció, mely az ezt követő művésztelep címe is volt, az igazság megragadásának szótlan állapota. Nyitottság a transzcendencia felé, melyre fel kell készülni, tisztulási folyamaton kell átmenni. Ennek során a szemlélődő ember megtapasztalja Isten hallgatását a világban, és felméri, hogy a világ nem Isten. De a kontempláció nem csak a katolicizmushoz, hanem a buddhizmushoz is köthető. Előbbinek lényegi eleme a nem szavakkal való megértés, hanem Isten jelenlétére való odafigyelés. Ahogyan a magyar megfelelője is mutatja, szemlélődés. Tehát a szavakat háttérbe szorítva, az elmélkedő imádságtól mélyebben a szemlélődő körbetekint. Nem remeteként elvonul, hanem a világot megfigyeli. Mindez meglehetősen eltér kortársvilágunk felgyorsult életmódjától. A kontempláció fogalma a kiállítás esetében nem a művek megszületését befolyásolta, és nem is jelentett témakijelölést a művészek számára. Sokkal inkább a kurátorok Májer Éva és Majoros Áron Zsolt e hívószóval összegezte a művésztelep képzőművészeti gyűjteményének válogatását, emelte ki dr. Boros Lili. A kiállítás címe ugyanakkor jelzi azt, hogy a művésztelepek tematikái szakrális jellegűek, és továbbá azt, hogy bármilyen műfaji megkötés nélkül alkotó közös jellemvonása, a matériában lakozó vagy azáltal megszülető szellemi tartalom kifejezése. A művészet történetében a szellemiség elérésére a figurativitás háttérbe szorítása, például Málevit szuprematizmusában, vagy a matéria nélküliséggel bíró, fénnyel dolgozó alkotások jellemzők, például James Turrell lebegése, tehát ezek adnak lehetőséget. Mint hogy az anyagiságból kiszabaduló intellektuális, szellemi, néha konceptuális karakter a meghatározó.
Ezt fejezte ki és fejezi ki a levitáció és kontempláció is. Tehát a művészetnek azt a lényegi vonását, hogy a megformált fizikai anyag önmagán túlmutat az intellektuális, szellemi tartalom felé. Az itt látható művekben és a kurátori felvetésben is egyébként nem a szoros értelemben vett szakralitásról van szó. Ugye szakrális művészet ars sacrum, amiből a szakrum Isten szentségéből való részesedést jelenti. Ugyanis egyházi értelemben szakrális művészetnek az tekinthető, amely megfelel a liturgikus szabályoknak. A szakralitás és transzcendencia fogalmát így elkülönítve azt mondhatom, hogy a transzcendens művészetben inkább találunk a csendre, az ürességre törekvő, absztrakt vagy minimalista felfogásban készült alkotásokat, mintsem figuratívakat. De e kiállítás tapasztalata éppen az, hogy figuratív alkotásokkal, mozgóképekkel, animációkkal, objektekkel, plasztikákkal képesek a szellemi tartalmat célba venni, megállítanak, lecsendesítenek. A kérdés azonban érvényes. A mű hol helyezkedik el ebben a szemlélődő folyamatban? A kontempláció eredménye? Vagy a kontempláció kiinduló pontja? Az alkotásnak? Esetleg mindkettő? Minden bizonnyal az ember műhöz vűződő viszonyától függ a kérdés megválaszolása. A kiállított műveknek, anélkül, hogy egyet is kiemelnék közülük, olyan széles referencia hálója van, hogy annak feltérképezése szétfeszíti egy kiállítás megnyitó kereteit. Dr. Boros Lili zárszóként a teljesség igénye nélkül sorolt fel néhányat a kiállított művek közül. Kortárs formatervezés, tájkép, minimalista formavilág, műfaji referenciák, csendélet, tárgyalkotás, objekt. A szimpóziumokon eddig 160 művész vett részt 16 országból. A MANG-ban kiállított válogatás az elmúlt 11 év gyűjteményének a része. A kiállítás 2022. október 13-a és november 19-e között tekinthető meg, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között, valamint szombaton 10 és 17 óra között a MANG galériában a Bogdányi út 51-es szám alatt. Aki szeretne kikapcsolódni a hétvégén, elmehet biciklitúrákra a Skanzenbe, és Dein Pál festőművész Csendek című kiállítását is megtekintheti a Ferenci Múzeumban. Remélem, jól szórakoztak, kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, szép estét, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!